Üvegszemét tartja a kezében ez az ukrán katona, aki a háborúban vesztette el látását. Az ő tragédiáját is megörökítették azok a fotósok, akik a háború kitörése óta fotózzák a harci események következményeit. Az ő képeikből nyílt kiállítás Pécsen, a civil közösségek házában. Az alkotók Konstantin és Vlada Liberova. Két egyszerű ukrán fotós, akik ugye élték civil életüket, és miután 2022. február 24-én kitört a háború, illetve Oroszország teljeskörű agressziót indított Ukrajna ellen, úgy gondolták sokan másokkal együtt, hogy valamit tennük kell. Tehát nem ülhetnek otthon, nem hallgathatnak, hanem vették, azt tették, amihez értenek. Vették a fényképezőgépet, megkaptak minden szükséges engedélyt, és elkezdték járni az országot, hogy dokumentálják azt, ami a 21. században nem szabad lett volna, hogy megtörténjen. Ezeket a szörnyű atrocitásokat, amelyeket Oroszország elkövet Ukrajna ellen, ezeket dokumentálják. Gyakran járnak kinn a fronton, voltak az első vonalba is, és ezért közvetlenül tudják látni és dokumentálni ezeket az eseményeket. Maga a kiállítás azok emberi sorsok. Például ezt a fiatalembert, akit a szemét elveszítette, ez egy mesterlövész volt. Most itt a kezében tartja az egyik szemét, teljesen megvakult. Ez egy óriási tragédia. Viszont ez a fiatalember most nősült meg. Mindennek ellenére van annyi hite, van annyi ereje, hogy vissza tudott térni a civil életbe, és megtalálta a boldogságot. Éppen a Liberováik dokumentálták, meghívták az esküvőjükre, és bemutatták, hogy akkora akarat ereje, akkora élni való ereje van az ukrán népnek, hogy minden szörnyűség ellenére kitartanak, nem kényszerülnek térdre, az lenne a legegyszerűbb, ugye. Kész, nincs értelme harcolni, feladtuk, ezt nem fogják megtenni, ezt soha nem fogja megtenni, és amikor meglátják ezeket a képeket, akkor megértik, hogy miért ül is ez a háború, miért van az, hogy Ukrajna egy lakosságával sokkal kisebb, területileg sokkal kisebb, lakosságban sokkal kevesebb, de harcol és kitart. És nem csak harcol és kitart, de meg is fogják nyerni ezt a háborút, meg is fogjuk nyerni ezt a háborút. Az, hogy Ukrajna győzni fog ebbe a háborúba, az nem kérdés. Éppen ezt az óriási élni akarást, erőt mutatják be a fotók, amely jellemzi az ukrán népet a szörnyűségek idején is, emelte ki a megnyitón Ukrajna magyarországi ideiglenes ügyvivője. A fotókiállítás több magyar városban kerül bemutatásra. Ezt a kiállítást Budapesten nyitottuk meg, Budapest után Pécset mutatjuk be, aztán Szegeden, és tárgyalunk most Nyíregyházával is, hogy a következő állomás Nyíregyháza legyen. Ugye számunkra nagyon fontos az, hogy az egyszerű magyar emberek ne fáradjanak bele a háborús hírekbe. Amikor bekapcsolják a televíziót, akkor ne kapcsolják rögtön el, hogy kész, nem akarok többet ezzel foglalkozni. Tehát számunkra ez nagyon veszélyes. Tehát veszélyes az emberi közöny, vagy az emberi belefásultság rendkívül veszélyes Ukrajnának. Mi úgy tudunk győzni, ha támogatnak minket. Mi jelenleg érezzük a magyar embereknek a támogatását. Rengeteg adományt kaptunk, bárhová elmegyünk, mindenütt baráti szóra találunk, mindenki odajön, vagy sokan odajönnek, hogy miben tudok én személy szerint segíteni. Ezt érezzük, és ezt köszönjük. Ameddig kitartanak, ameddig ezeket a szavakat halljuk, addig van remény, és Ukrajna így tud csak győzni, hogy érezzük ezt a támogatást. Ezért szervezzük ezeket a kiállításokat, hogy újra és újra ráirányítani figyelme, az emberek figyelmét arra, hogy a 21. században mi történik Magyarország közvetlen szomszédságában. Hogy ez soha többet ne ismétlődjön meg. Hogy ezek a szavak, amik elhangzottak a II. Világháború után, soha többé, azok valóban az legyenek. Soha többé ez ne ismétlődjön meg. Tehát az a béke, amit le kell, hogy zárja ezt a háborút, az valóban olyan béke legyen, amely kizárja annak a lehetőségét, hogy ez valaha is még egyszer megismétlődjön. A tárlat Ukrajna magyarországi nagykövetségének támogatásával valósult meg. A képek szeptember 15-éig tekinthetők meg, hétköznapokon 9 és 17 óra között. A belépés ingyenes.